csodálatos kilátás van. Ott lehet látni Pavel Surovát, és van a hatalmát, a tehenekkel. Ahogy látjátok, itten Nandagramnak három része van. Ez most a alsó rész, ennek a tetején még jön egy másik. Itten ez körülbelül játszótér lesz, ez Krishna Balarámnak játszótere. Itten följebb jön egy másik rész, aminek a központja lesz egy fa. És ennek a fának lesz egy nagy ülőhelye, és az ülőhely az a uralkodó helye a hat évszakoknak, igen. A védikus hat évszak, és mert itten mind a hat évszak Brindavanba itten lakik. És szóval ez olyan lesz ülőhely, ilyen hexagonális ülőhely, és akkor a háta az meg lesz négyszögű, ami meg a mi, amit itten meg vagyunk szokva, a mi évszakon. És akkor az a központja, és ott meg lesz egy kis kert, Krishna kert, Balarámnak a kertje, és a harmadik szinten, ami azt jelenti, hogy itten még ennél körülbelül 2,5-3 méter magasabbra, ott lesz a palota, és a az így fog jönni, így körül, így felmegyünk, és akkor ottan meg le lehet jönni, és arra felé, pont itt hátul, hát majd meglátjuk, hogy lehet itten lenne a Jamuna folyó. Szóval, hogyha ottan ásunk egy árok, mert a Jamuna folyó, az megy mind erre felé, ottan folyik. Ez egy másik ága, a Jamunának sok ága van. És pont hátul meg van egy kis erdő lesz, és az a Jamuna és Nandagram között, és az meg Yogamayának az ásrámja, ő ott lakik. És akkor így körül fog jönni a Parikram Marg, és errefelé, amit itt látjátok, mint ki van ásva, ez meg itt lenne egy őzpark lenne, ahol az őzöket tartjuk. Hát ez lesz most. Hát úgy látszik, hogy ez nem lesz befejezve John Mastamira, de remélünk, hogy már rá Rastamira nem lenne befejezve.